Sziasztok! Ma szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan készül el az a dekoráció, amit én már tulajdonképpen évek óta újra és újra megcsinálok. Méghozzá, ahogy láthattátok, ezekről a kis hópehely balerinákról van szó. Nagyon különlegesek szerintem, illetve eddig nem sok helyen láttam, sőt tulajdonképpen Pinteresten kívül sehol máshol nem láttam ilyet, viszont rendkívül egyszerű elkészíteni őket, mindössze arra a tudásunkra van szükségünk, amit valószínűleg az óvodában mindenki megszerzett, mert hogy valóban ilyen hópelyheket kell kivágni papírból, és az adja a szoknyájukat. Erről már korábban blogbejegyzést is írtam, szóval, hogyha szükségetek van a balerináknak a sziluettjének a sablonjára, tehát ami nem a szoknya rész, akkor menjetek föl a blogposztra, amit belinkelek az infoboxba, és ott megtaláltok összesen 4 féle balerina mintát, ezeket mind én készítettem, úgyhogy nyugodtan töltsétek le, nyomtassátok ki, és használjátok, ahogy szeretnétek. A szoknyaikat pedig mindenkinek a fantáziájára bízom. Igazából én még csak azt sem mondanám, hogy a fantáziámat szoktam használni, egyszerűen behajtogatom a papírt úgy, ahogy ilyenkor kell, és utána kivágom úgy, ahogy éppen esik. Nagy vonalakban tulajdonképpen, ahogy eddig is elmondtam, az egész procedúra abból áll, hogy kinyomtatjuk a balerina sablonokat. Mind a két oldalának fehérnek kell lennie a papírnak, mivel ugye mind a két oldala látszani fog a balerinának. Tehát friss papírra érdemes csinálni, de természetesen lehet újra hasznosított is. Ha kinyomtattuk a balerinákat, akkor mindet ki kell vágnunk szép aprólékosan, és hogyha ezzel készen vagyunk, akkor félre is tehetjük őket. Ezután a szoknyával kell foglalkoznunk. A szoknya, ahogy ugye az előbb is elmondtam, valójában tényleg csak annyiból áll, hogy egy négyzet alakú vagy kör alakú papírt szépen összehajtogatunk, és kivágjuk belőle a hópihét. És arra nagyon kell figyelni, hogy a közepén legyen akkora lyuk, hogy beférjen a balerina lába, de természetesen mivel papírból vannak, ezért nagyon könnyen egy picit össze lehet őket hajtogatni, és így könnyebb bepasszírozni őket egy kisebb szoknya lyukon át is. Hogyha ezzel is megvagyunk, akkor a derekuknál érdemes rögzíteni egy kis papírragasztóval a szoknyákat, hogy ne csúszanak le róluk, illetve érdemes egy kicsit ilyenkor úgy odaragasztani, hogy adunk neki egy pici ráncot, hogy legyen szép tartása körbe a szoknyának, és ne legyen egy ilyen kis félbehajtott lapos papírlap feelingje az egésznek. Hogyha ezzel is megvagyunk, akkor valóban nincsen más hátra, mint hogy ráakasztunk egy kis vékony fehér cérnát a csuklójukra, és annál fogva felakasztjuk őket valahova. Én azért szoktam vékony fehér cérnát használni, mert a damia szerintem ugyanúgy feltűnő, viszont annak van egy ilyen erősebb tartása, tehát nem biztos, hogy ez a könnyű kis balerina eléggé le tudja húzni ahhoz, hogy ne pöndörödjön össze. És akkor tulajdonképpen bárhova fel lehet őket akasztani, én ezeket először az anyósomnak csináltam meg, illetve Soma anyukájának, és náluk a szagerszívóra akasztottam fel őket, ami náluk úgy néz ki, hogy van egy ilyen konyhasziget, és fölötte van a szagerszívó, tehát az egyben nyitott nappalival, illetve étkezővel teljesen egyben van ez a rész, úgyhogy nagyon jól látszanak, és pont középen vannak így a térben. Hogyha ti is elkészítitek, akkor ne felejtsetek el feltölteni róla egy képet Instagramra, és mindenképpen tegeljetek be a képen, hogy lássam, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek hogy sikerült. Úgyhogy ennyi is lett volna mára, köszönöm, hogy megint itt voltatok. Szerintem lesz még a napokban karácsonyi témájú videó, de ha nem is karácsonyi, akkor valami más biztos. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, ne felejtsetek el feliratkozni, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok is, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!